Üdvözöllek titeket, kedves Call of Duty fanok! Mint tudjátok, elérkezett egy újabb év, egy újabb Call of Duty-val. Mit ne mondjak, ez az egyik leginkább várt pillanata az évben. Végre kipróbálhassuk az egyik legismertebb, legközszeretettebb Call of Duty játékot, annak is a fejlődött változatát, a Modern Warfare 2-t. Megnézzük, hogy mennyit fejlődtem, mennyit felejtettem, és hogy miket vagyunk képesek produkálni ebben a játékban. Skill téren. És hogyha megelégszem a saját pontszámaimmal, talán, de csak talán egy nyereményjátékot rendezek ebben a videóban. Valahol. Legelőször is quick play-t fogunk játszani. Hogy nem mondjátok azt, hogy csalok, hogy olyan játékmódban játszok, amit én tudok. Mert én mindent tudok, azt tudjátok. Csak azért, hogy mindig is a legjobb statot hozzuk. Ahogy megölök egy embert, megpróbálom a fegyverét elvenni, és azzal írtani tovább a népet. Mert minden fegyverrel tudni profizmus, és arra születni kell. Na nézzük. Okay. Hol a fegyvered, testvére? Ó, ez egy igazán lassú fegyver, de igazán sok golyóval. Meglássuk, hogy mire vagyok képes vele. Mint látassátok, A, B és C területeket kell elfoglalni. Ki hamarabb összeszedi a pontszámot az elfoglalt fire részekkel, azt fog nyerni. Ez kissé közel volt. Most nem azért vagyunk itt, hogy szarakodjunk és pontokat szerezzünk, hanem killekért. Kettő kill. Közel voltál, testvérem. Hol vagy, testvérem? Milyen fegyvered van? Adjad csak ide! Kicsi nehezen látni szemszemekben, de ez nem akadályoz meg abban, hogy megnyerjük a csapatnak a csatát, és minél több killt szerezzünk. Hol vagy, testvér? Milyen fegyvered van? M4. Ó! Oh. Arra kényszerítetek, hogy levegyem a szemüveget? Hát nézzünk egymás szemébe. Tiszteletben harcolunk az ellenséggel. Milyen fegyvere volt? Hadd nézzük. Nem szeretek közel harcban nagy fegyverekkel játszani. Milyen fegyver az, testvér? Kempelt? Hát lássuk, meddig fog kempelni, amíg vissza nem érek addig a pontig, ahol meglátom, hogy kempelt. Mert ha azután nem kempel többet. Ó, még egy másik fegyver. Testvérem, adja csak ide, mit volt? M4-et. Van még pofátok? Hátba lőni. Ezúttal is győzelmet raktunk, ha bár kicsit sem vagyok megelégedve a pontszámokkal. Megmutassuk, hogy mit tudunk igazából. Itt is ugyanabban a formában próbáljuk végigjátszani. Az ellenség fegyvereivel nyomjuk tovább. Mert nekem csak random build-on van. Ez egész véletlen jött össze. Lemelem fogad, neki sem négye volt. Hogy a földön hullának átszázta magát. Cseles! Amíg nem látok újra. Nagyon szép. Ez is nagyon szép. Kitér még golyó! Szerencséd volt, hogy nem álltam készen rád. Ez a nem is szerencsére, még csak tegnap kezdtem a játékot, de attól még teljesen odaadjuk mindenünket! Beleadjuk! És úgy próbálunk megnyerni. Ó,
Viszont ennek sokkal másabb lövése van. Ez a fegyver durva volt. Rám szvonulsz, kikerül most az utam elé. Hallottalak ember? Csak én vagyok szó, egyenlőre. Add ide a fegyveret. Hoppá! Közelből azt hittem lekéseltem. De hát még nem tanultam meg a gombokat se. Annyi baj legyen. Add ide a fegyveret. Nem próbálok megkempelni. De eléggé lovos vagyok HP. Ne! És golyó terén is. Ne! 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 Megint összetévesztettem a gombokat. Ez az ütés, ez az ütés, ez az ütés gomb, ember. Oh, jajajajaj! Azt hitted mi? Különböld az egy így! Azt hitted így megy ez? Nem így megy. Azt hitted testvérem, nem úgy kell azt hinni. Csaa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 
tetszenek a pontszámaim. De egy 69 pontos vereséget nem fogok megengedni. Úgyhogy a harmadik meccs fogja eldönteni, hogy mi itt az igazi, és ki itt az igazi király. És csak azért, hogy biztosra minden simán menjen, a gentlemanek itt alá kell vinni. Te gyáva. Te győzelem, már az enyém. Ez is egy zászlófoglalós? Ha ezt kell csinálni, ezt csináljuk. De ne felejtsük el, nem a zászlófoglalás a lényeg. Oké. Hoppá! Bocs, tesó! Azt a gombot, hogy mindig... Mit szeretnél a földön csinálni te? Elviszom az M4-em testvérem, oda megyek mellé, és megmutatom, hány tölté jár bőle. Nem kempelszete itt többet. Mit kempelsz egy fogja? Nem bírom a kempereket. És erre lelő egy kemper. Pisztolyt elég. Aztán tudja. Nem ez lesz az utolsó pont, hogy láttatok. Az az igazi nyertes, aki elismeri a vereségét. Ezt a lúzereknek tartogattam, mert bűzlenek a lúzerek, de azt hiszem, hogy ezúttal én vagyok itt a lúzer. De attól független, ez a játék nekem még mindig nagyon tetszik. Még nagyon nem vagyok benne profi, de igyekszem azzá válni. És talán egy nap az is leszek. Na de minden esetre eléggé nagy vereséget arattam most, attól független még ezt a játékot szívesen nektek szeretném ajándékozni, legalábbis egy valakinek, hogy írjátok le a kommentben az Insta nemeteket, egy következő videóban találkozunk, addig is